Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. E-mailen keresztül leírhatod a helyzetedet, felteheted a kérdésedet. Én ezt gyorsan megválaszolom, és ha gondolod, készítek erről egy hangfelvételt, vagy egy videót álnéven. Ez megjelenik a másik csatornámon, Meister in des Kartenlegens, de ha elkészült a videó, e-mailen keresztül megkapod a linket a videóhoz. Senki nem tudja azt, hogy miről vagy kiről van szó. Nagyon-nagyon óvatos szoktam lenni. Tehát nem kell félni attól, hogy valaki rád ismer a videók által. Remélem, hogy jól vagytok. Itt Mallorca szigetén esős idő van, sőt, Pálmavárosban, a fővárosban a repülőtér víz alatt volt, úgyhogy késnek a járatok. Nálunk is esett az eső, de ilyen komoly helyzet nem volt. Most hűvös van, lehűlt az idő, de száraz, nem esik már. Ez a videó megjelenik június 13-án. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Purva Palguna holdházban van, és ez azt jelenti, hogy valamit már indítottunk, de még nem érkeztünk el oda, ahova szeretnénk, viszont legyen meg a bizalom, mert előre mennek a dolgok. Ez most egy átmeneti időszak, kell egy kis türelem. Vénusz bolygó elhagyta a bika jegyét, és már az ikrek jegyében van. Más az energia. Itt a levegő eleme hat, a mozgás, a kommunikáció, a könnyűség, és néha a szabadság érzete is. A hold szemben áll Szaturnusz bolygóval, itt tükröződik valami, és kell a diplomácia, kell a belső egyensúly, és itt van egy arany szabály, ne túl sokat, és ne túl keveset, különösen, ha érzelmekről van szó. Legyünk nyitottak érzelmekről beszélni, ezt kimutatni, de nem szabad eltúlozni a helyzetet, hiszen akkor korlátozások lesznek, vagy mások korlátoznak bennünket. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata felül látható, és az egyik képen tényleg a gondolat jelenik meg. Ez most fontos számára, hogy töprengjen valami felett. Ott van mellette az ellenség. Lehet, hogy ő saját maga, a maga ellensége, ha negatív gondolatai vannak, mint például, én ezt úgy sem érdemlem meg, ebből nem lesz semmi. De ez az ellenség lehet egy személy is, sőt, lehet egy férfi, lehet egy nő is, és ő elgondolkozik ezen, tehát tudatában van azzal, hogy ebben a személyben nem bízhat meg. Az érzelmeit bal oldalon látjuk. Ott van a remény. Megvan a remény ahhoz, hogy minden jóra forduljon. A kártyán a háttérben látható a hajó, ez nem csak a reményt szimbolizálja, hanem az utazásokat is. Előtte, a hölgy előtt ott van a horgony, hiszen ő le akar már nálad horgonyozni. Vagy valahol le akar horgonyozni, kell számára a biztonság érzete.
Persze ez a kártya azt is jelentheti, hogy tervez veled egy közös nyaralást. Alul van a ház. Ez jelentheti az ő otthonát. Lehet, hogy itt lesz egy lakhely változás, vagy valamit változtat az otthonán, vagy a családi kapcsolatoknál. Ez a ház lehet a te otthonod, és hogy ő szeretne meglátogatni téged. A ház jelentheti az alapokat is, hogy veled együtt ki akar építeni valamit, és ez lehet egy közös otthon tervezése is. A jobb oldalon lévő kártyák mutatják azt, hogy mit fog tenni. Ott van az örvendezés és az utazás, hogy útban van hozzád. Ez az utazás lehet egy közös nyaralás is, és ez az időszak boldoggá tesz téged, hiszen ott van az örvendezés. Mi fűz össze benneteket, az középen látható, egy jó hír útban van hozzád. Lehet, hogy tőle, lehet, hogy mástól, lehet, hogy több hírt is kapsz, de ez jó számodra, előnyös számodra, ez örömet okoz. Hogy milyen befolyások vannak nálam, az bal oldalon látható a cica kártyánál. Ez a kártya az én saját kártya csomagom, de ezt a férjem készítette, az ő ötlete. Ő csinálta a kártyákat, én ebbe bele sem szóltam. A virágos kártyák is az én kártya csomagomból vannak. Ezt közösen csináltuk, hiszen a virágok meg a jelentése a virágoknak az tőlem származik, viszont a képek meg a kártya kialakítása az tőle van. Visszatérve a cicás kártyára, itt ez azt jelenti, hogy na nézzük, mi van a szomszédoknál. Valaki figyelgeti őt, mert kíváncsi. Ez lehet a szomszéd, lehet valaki a családból, vagy lehet az ex, de itt kíváncsi személyekről van szó, akik mindent tudni akarnak, hogy mi van nála, hogy mit, hogyan alakít ki az életében. A jobb oldalon lévő kártya a te napi energiád. Itt két tárgy van az asztalon, és a hölgy ott figyelgeti ezt, döntést kell hoznia. Ezt válasszam, vagy azt válasszam, de nem tudja, ott töpreng. Itt a tűz eleméről van szó, és a tűz eleme az gyorsan dönt. Tehát nem szabad itt késlekedni, hanem ha úgy érzed, ez a helyes út, ez a döntés, ami számomra fontos, akkor hozd meg ezt a döntést. Nem kell itt vacilálgatni. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy meglátogathatsz a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!